zárakkal vitázva, angyalhajszaglászva, vagyok, mint a talajok. Nincs arcpolitika. Engem minden érdekel. Tehát én inkább etikai szempontból tartom fontosnak a, hogy úgy mondjam, arcpolitikát. Tehát én azt mondom arcpolitika helyett, hogy elsősorban magyar vagyok, másodszorban európai vagyok, harmadsorban a föld gyermeke vagyok, és negyedik sorban az univerzumé. És ezt, mivel magyarul írok, az, hogy magyar vagyok, az a verseimen keresztül kell, hogy ebben jelentkezzen, és nem kell ez feltétlenül tudatosan és állandó jelleggel súlykolva hangsúlyozni. Ő elég különáll, nem nagyon lehet irányzatokhoz sorolni, és nyilván ez az egyik dolog, ami miatt háttérbe került az irodalmi köztudatban. Egy kicsit Tandorihoz lehet hasonlítani nemzedékileg is, nagyjából ez a nemzedék. És a stílusa is külön kérdés, elég nehéz költő. Van benne egy ilyen nagyon letisztult matematikai képletekbe fogható gondolkodás, és van egy teljesen elszabadult képzelet. Állni lábujjhegyen, lassan, meredeken dőlni hanyat hátra, dőlni, még talpat érint a haj, míg a haj forgója a sarkat körülzárja, akkor a fejtetőről elrugaszkodva röpülni fejtetőig, áttörni a koponyát, átütni a talpat, belső végtelenségünkbe kitörve körbe-körbe röpülni, röpülni, röpülni. Emlékezők mindig úgy meséltek Marsalról, hogy úgy állandóan úton volt, állandóan rohant a városba, tényleg kavarta a szelet maga körül, nagy haja volt az is, ugye rengeteg forgója volt, ahogy ő maga megírja, talán 13, nem tudott rendesen fésülködni, hát nagy haja volt, hogy akkor hát ehhez szokott fiatal korában, és a szárnyalást tartották az ő lényegének a költészetében is. Én úgy írok, hogy, és ezt Vörös Sándor megtanultam, hogy az emberek, ha az Atyaisten diktálja a verset, tökéletesen mindegy, hogy hány olvasója van, hogy olvassák vagy nem olvassák, teljesen érdektelennek kell lenni ebben tekintetben az embernek. Ha valaki törődik azzal, hogy mi a kordivat, mi az elvárás, akkor annak az embernek előbb-utóbb vége van. Úgyhogy én a verseimet változatlanul a világ mindenségnek írom, hogy úgy mondjam. Aki nem tud olvasni valószínűleg, hát akkor meg nem tud olvasni. Én nem én tehetek róla.